és látékannap jobb kezében, aki a királyszékben üle egy könyvet, amely be volt írva belől és hátul, és le volt pecsételve 7 pecséttel. És láték egy erős angyalt, aki nagy szóval kiállta, ki volna méltó arra, hogy felnyissa a könyvet, és felbontsa annak pecséteit. És senki sem menjen, sem földön, sem föld alatt nem tudta a könyvet felnyitni, sem ránézni. Jelenések könyve, 5. fejezet, 1-3. A játék neve ezúttal Black Book, ami egy orosz indie játék, amit egy kis indie csapat fejlesztett a Permi határvidéken, ha jól emlékszem, ez a helynek a neve. És ez egy visual novelbe oltott ilyen gyűjtögetős, kártyajátékos, RPG-szerű valami, majd meglátjátok, és nekem ez a tavaly, ez egy régebbi játék, azt hiszem 2019-es, de tavaly játszottam vele, és ez egy gyöngyszem, azt kell mondanom. Tehát, hogy régen is felkeltettem már az érdeklődésemet, de a Epic Games Store-ban ingyen adták valamikor, és zseniális, tehát lényegében, amikor ezt elkészítették, az volt a céljuk, hogy csinálnak egy játékot, ami az tehát a Permi régiónak a folklórját használja fel. Ami egy tök jó dolog, mert eleve nagyon sok ugye fantasy, meg ilyen hasonló játék, az ugye a nyugati, ilyen Arthuri és a Tolkieni témából merít, illetve láttuk másokat, ami ugye a skandináv mitológiából merít, meg egy kicsit ez a kelet-európai szláv, ugye a Witcherrel kezdett bejönni, de ilyet még nem igazán láttam, és talán ijesztőnek tűnhet, hogy hú, ez egy ilyen hát uráli, ugye a Permi régiónak a folklórját, ilyen orosz, inkább orosz, mert azt hiszem a játék az a 19. század végén játszik a történetében, de marha érdekes dolgok vannak benne, és tök jó a története. Tehát fikciós nyilván a történet, de sok a történet maga fikciós, de sok fantasy elemet belevíz, illetve ahogy olvastam róla, a játék készítői antropológusokkal konzultáltak, hogy hiteles legyen benne, mondjuk a ruházat, az architektúra, amit megjelenítenek, illetve egy csomó ilyen kis kulturális, meg folklórból vett ilyen kis dolgok, ilyen kis ismeretterjesztő dolgok is vannak benne, ami tök jó. Bónusz, hogy nagyon jó orosz szinkronja van a játéknak, ami nekem bónusz. Ugye én nagyon szeretem a játékokat eredeti szinkronban hallgatni, ugye Danganronpát is japánul. Itt orosz szinkron van, és tök jó hallgatni. Hogyha abban az időben fejezem ezt a játékot, amikor még elég aktívan tanultam oroszt, akkor biztos, hogy ezt használtam volna. De! Akkor ennyi elég, mert sokat pofázok. Tehát elkezdjük, nem, ez egy hosszú játék. Tehát tényleg hosszú játék. És el fogom csak kezdeni, hogy megmutassam milyen, és hogyha érdekel titeket, akkor folytatjuk és akár végigvisszük az egészet. Na le, akkor kezdjünk bele. Igen, vannak nehézségi szintek. Most egyrészt én már végigvittem egyszer a játékot. Tavaly. És használni fogok egy végjátszást, ahogy mindig, hogyha valami elakadás lenne, bár elég jól van ütemezve a játék. És most azon gondolkodom, hogy Znatka vagy Apprentice szinten nyomjuk-e. Mert igazából engem a történet érdekel mindig. Да могла отвратоствовать им барбеку. А, миндаль. Жила нечистые силы. Оп. Жила. Да и до сих пор все это есть. Расскажу случай один. Давно это было. До революции еще.
тут, от Чердани неподалеку. От бабки моей знаю. Воспитывал сироту, как-то мужик один знающий. Дедом Егором звали. Ну, а она все не хотела колдуньей становиться. Замуж собиралась за парня одного. Не помню уж, что там было. Да покончил парень-то с собой. Его за оградкой церковной и схоронили. Дорога, значит, в ад ему была прямиком. Ну а сирота, Василиса, с этим не собиралась мириться. Решила вызволить душу его из пекла. А для того надо было в черной книге, что у Егора хранилось, открыть 7 печатей, да и спуститься за ним. Тогда и согласилась Василиса стать ведьмой. А ведьмами-то в банях, да на перекрестках делаются. Вот и отправилась, значит, Василиса на Ростом. Ja, a Morteska, ők csinálták. Azt hiszem, ez a második játékuk talán. Itt van Cserdin, Ujezd, Perm, Kavernále talán, és az évszámot nem is néztem. De azt hiszem, a 1800 valami ilyesmi környékén van. Oké. Okay. Szóval, amit itt az elején nem fordítottam le, mert szinkronban nem akartam beledumálni. Tehát az a történet, hogy a Vasilisza álva lett, és akkor ez a Igor, aki örökbe fogadta, és akkor a Vasilisza hozzáment volna egy férfihoz, csak ez a férfi valamiért megölte magát, tehát nem is emlékezte egyébként, hogy öngyilkos lett, csak arra emlékezte, hogy meghalt. És... ugye a narrátor mondta, hogy nem emlékszik, hogy hogyan történt, és mivel ugye öngyilkos lett, ugye így a pokorra került, de azt mondta a Vasilisza, hogy ő ezt nem hagyja, és ezért boszorkánnyá válik, hogy visszahozza a szerelmét lényegében. Ez az egész játéknak a történet, hogy a Vasilisza a pokorról vissza akarja hozni a szerelmét. És ahhoz, hogy boszorkánya váljon, ugye be kell avatódnia vagy egy bányába. Ugye a bánya az az oroszoknál a sauna, ami egy furcsa dolog, de logikus. Vagy egy pedig egy kereszteződésben. És akkor most itt vagyunk a sírjánál. Rosszul aludtam múlt éjjel. Ja, vártam, reméltem, hogy visszajössz. Te nem jöttél. Nem ülsz már az asztalnál. Ja. Hol vagy most, drágám? Hova men? Hova tartasz? Ja, a rokonoktól és a meleg nyaraktól ugye elmentél. Ja, nincs belejárat és kijárat a számodra, úgy tűnik. Igen, a hideg anyaföldből. A cerkovnaja gráduski te daže nyet, чтобы придержаться. Ja, még a templom udvarnak a kerítése sincs, amiből bele tudnál kapaszkodni. Ja igen, mivel öngyilkos lett, azért ugye nem a templom mellé temették, hanem... Da volna. Не верю я, что сам ты с собою это сделал. Nem hiszem el, hogy ilyet tettél magaddal. Ничего. Ja, minden rendben lesz. У деда знания заберу. Да, я помню, что ты говорил про это. Ja, elfogadom ezt a tudást a nagyapámtól, bár az a nagyapja lehet, vagy nem is tudom. Igen, bár tudom, hogy te mit gondoltál erről. No, drugova vychoda nyet. Igen, de nincs más választás. Ja sama z tego puti dorożki tebe vytащу.
Ja, hogy én magam foglak lehúzni arról az útról. Ja, spi. Spi paká, spi. Tehát aludj most, aludj. Ja, nem tart sok, nem leszek távol sokáig. Oké. Okay. Szóval, vannak, tehát a játék Unity-ben készült. Ilyen érdekes, inkább stilizált a grafikája, mint... mint realisztikus. Tiket, a sűrű. És így lehet császkálni is. Нужно до Ростани добраться. Солнце уж иголки золотит. El kell mennem ugye a kereszteződéshez. És ugye a tűlevelek azok már aranyszínűek a naptól. A játék egyébként nem így néz ki, csak néhány helyen lehet itt császkálni. És igen, néha ilyen furcsán mozog a szereplő, mert az útvonal keresés nem a legjobb. És akkor egy kicsit így piszkálni kell. Не на святой земле его схоронили. Ja, nem szent földbe temették, igen, mert öngyilkos lett. Várj, csak kell a, kellnek a gyertyák. Jó, nem, csak be tudom kapcsolni. Ah, oké. Okay. De, hopp, örb, ja igen, az örbök, tehát ilyen gyógynövényeket lehet gyűjteni, ezek hasznosak. De a, alapvetően ahhoz képest, hogy a grafika egy kicsit le van egyszerűsítve, szerintem tök jól néz ki, tök hangulatos. Fields. Весна в этом году заладилась. Ja, a tavasz meleg idén. Azt az egyetlen dolgot sajnálom itt kapásból, ugye, hogy a, ha össze akarok szedni gyógynövényeket, akkor így mászkálni kell, mert csak akkor bukkannak fel, hogyha a közelükbe vagyok. Tehát nem látom úgy, mint mondjuk azt. Ami kicsit idegesítő. Tud lenni, hogyha el van tűnve valahol. Na. Initiation of a Koldun. A Koldun az itt, a, úgy hívják itt a boszorkányokat, a Koldun az a... Вы пришли на Михайловскую Ростань, где вас уже ждет дед Егор. Вы давно знаете предстоящий вам обряд, хотя никогда не собирались его выполнять. Но время очертить круг пришло. Так, так его, а нарраторнака ханги, так его нарраторт választott. Na de az anyag a Koldun itt a boszorkány, a Koldun az a férfi boszorkány, ha nő, akkor Koldunja. Itt van, és akkor vannak ilyen kis, kicsit ilyen wikipédiás a leírás, mert mindig, amikor kidob valamit, akkor, akkor így rá tudod húzni, és akkor kiírja. Tehát az öreg Egor ugye felnevelt téged a gyerekkorodtól, miután a szüleid meghaltak, és meg, ő tanította meg neked a boszorkányságnak az alapjait. Tehát az Old Igor nem, nem a nagyapád, ő nagyapának hívja, de valószínűleg ez az oroszból ered, hogy mert gyégyának hívja, ha minden igaz. Ugye, vagy gyégyuskának, tehát nagypapának, de az nem, nem rokon, nem rokon a Vasilisának a, az öreg. Oké, okay. Az éjszaka sötétét betöltötte a várakozás. Mihail kereszteződésénél vagy, az öreg Jegorral. Tudod, hogy a rituálit meg kell csinálni, de abban soha nem gondoltál bele, hogy mi fog történni, ha kész van. De eljött az ideje a kör megrajzolásának. Oké, okay. Szóval... Старые какие-то кресты. Давно, видать, народ тут схоронили. Ja, a kereszt régnek tűnik, úgy néz ki, embereket temettek el itt nemrég. Most elvileg itt... Milepost. Ja, az a... До Чердыни 16 верст, до Соликамска 102 версты, до Ныроба 21 верста. Ja, Чердин 16 мерфőd, Szila... Szlikamsk 102, Nirob 21. Cserdin, azt hiszem a Permnek a
fővárosa, központja. Gyertyák! Igen, ezeknek majd lesz értelme. Most még nem... nem látni, hogy mi értelmük van, de lesz... Na, erről beszélek. Hogy oda kell menni, és akkor néha hogy rohangálni kell egy kicsit, de... de érdemes őket összeszedni. Mert hasznosak. Később különösen. Mondjuk most easy-n vagyok, úgyhogy lehet, hogy annyira nem lesz fontos. És? Nasla smieci. Na! A játék lényegében így. Ez a többség, amit látni fogunk ilyen visual novel, és ugye kicsit ilyen, ugye nincsen arcuk, a unit is környezetben a 3D-s meg minden, de tök jó hangulatot ad, viszont így tök jó ki vannak dolgozva a karakterek meg a szereplők, és van egy csomó belőlük, és ez egyik nagy királyság benne. Na, szóval megtaláltad a gyertyákat? Maladjec! Ja, nagyszerű. Mindezt egyedül... Úgy néz ki, hogy a tanításom nem veszett kárba. Na, travaj krug csertyit. Légy óvatos, hogy ne hagyj réseket, különben a gonosz szellemek összenyomnak minket. Vagy szétzúznak minket. Oké. Rajzoljuk hát fel. Szerintem egyébként a grafikával sincs semmi gond. Посмотри, дедушка. Ja, dédushka. Szóval talán inkább a grandfather, ugye szó szerint grandfather mondott dédushka helyett, de inkább bácsikámnak lehetne fordítani, mert... Nem tudom. Tehát, hogy nem rokonok, az a lényeg. Oké, megcsináltam a kört, így rendben van? Razrivavnyed. No pozne teper somlivatsa. Oké, a kör meg van rajzolva, nincsenek lyukak, jó. Думаешь, смогу я ему помочь? Ja, gondolod, hogy tudok neki segíteni? Сможешь, сможешь. Persze, hogy tudsz. С книгой все получится. Таково предание. Jó, bármit meg tudsz tenni, mikor nálad van a könyv. Legalábbis a legenda így szól. Ну давай. Время пришло забрать у меня знаткость. Hát menj. Itt az idő, hogy átvedd a tudásomat. Долго мы с ней прожили. И тяжело, и хорошо с ней расставаться. Ну, забирай. Ja, olyan sokat időt töltöttünk együtt, az keserédes az elválás. Fogd ezt. A Black Book. És ti! Экой силища ты из книги вылетела! Ja, nézd csak, hogy milyen erő árad a könyvből. Печать открыта. Что за сила такая? Ну, после подумаем. Ja, a pecsét kinyílt. Ugye, hogy nagy erő mágia van benned. Ezt majd később úgy megnézzük. Теперь слова говори, что учили. Most mondd a szavakat, amiket tanítottam. Read the spell, I'm scared. I'm scared. Стану не перекрестясь. Да пойду на ростань. Ja. Hogy felkelek anélkül, hogy keresztet vetnék, és elmegyek a kereszteződésbe. Igen, ez is egy érdekes dolog lesz, erről lesznek leírások, hogy ez az ősi boszorkányság, meg az ősi folklóra ennek a régió lakóinak keveredik a kereszténységgel. És tök érdekes látni, hogy hogyan épült be a vallásuk, a keresztény vallás ebbe az amúgy pogány dologba. Oké, a kereszteződésnél körre zúrok és belelépek. És aztán azt mondom. Oké, jó kereskedő, gyere és vedd meg a macskán. Ezért a macskáit ne adj nekem se rúbelt, se egy jó kalapot. Helyette bocsáss rám a sötét tudást és éles látást. És ahogy mondtam, úgy legyen. Slova kaminy. Slova kaminy. Ugye a szavaim ugye kövek. Vagy a szavaim szikla.
De tök érdekes, hogy az oroszban úgy azt mondja, hogy szlóva kameny, amiben benne sík. Tehát a szlóva az a szavakat jelent, a kameny meg követ vagy sziklát. És nincs benne az, hogy az ő szavait, nincsen benne semmi név, más vagy semmi. Tök érdekes az orosz nyelv ebből a szempontból. Oké, és itt az első harc. Itt a kereskedő. Na most figyelj nagyon, hogyha értékeld az életet. Oké, hogy le kell győzni, hogy boszorkányja vagy le kell győzni ezt a démont. Oké, Zagavor. Zagavor az a varázslatnak a neve. Oké. Itt az első betű. Szóval szépen elmondja, hogy mit kell csinálni. Itt már tudom, hogy mit kell, tehát annyi a lényeg, hogy bup. És bum. Paf. És akkor ő jön. Jep. Igen. Tehát ez a defenzem, és ezt mindig be kell lőni, és akkor elnyeli a támadását. Такие слова хоть и защищают от нечисти, да только защита пропадает быстро. Igen, hogy ezek a varázsszavak ugye megvédenek a démontól, de hamar ugye elkopik ez a védelem, tehát minden körben gyakorlatilag elveszítem a védelmemet és újra föl kell rakni. Теперь давай-ка составь полный зак. Oké. Oké, több ezért is tudok kombinálni, igen. És akkor vannak, van külön Zagavor, meg van Ki, tehát Order és Ki van külön. Na most az a lényeg, hogy... Aki is tudom nyírni talán, nem tudom kinyírni egyből. Akkor viszont kell felraknom védelmet. Egyet fog csak sebezni. Ó, de Ki-ként be tudom rakni. Akkor viszont cumi van. Egyébként ez a játék már tök fám. Tehát én például tök jól elszórakoztam vele. Молодец, Вася. Чёрт уж на латан дышит. Ja. Szép munka, Vászja, ugye ez a Vasilisának egy ilyen becézett változata. Egy csomó becézés lesz az oroszban. Nem mindegyik adható át angolban. Sőt, magyar. Már magyarban inkább. De ott meg hülyé hangzik. Oké, okay, majdnem legyőztük. Oké. Itt látom a zenő, igen. Ezeket már tudom. De ott látom a feje fölött, hogy mit fog csinálni. Waste. Ez is jó cucc. Hát itt már igazából győztem is, nem nagyon kell variálnom. De tele szoktam pakolni, hogy megalázzam egy kicsit. És ott megnyílik valami. Вот так, подохла псина адова. На, поколкутя. Ну, теперь, Вася, в пасть эту полезай. Я, лепьяк бе осая. А как выйдешь оттуда, так колдовкой и станешь. Я, ой, босоркань лесел, амин твисотес. Ну, белой дороги. Biztonságos utat. A pokol kapuja. Okay. Bizalomgerjesztő, mi? Ja, de van arca, csak nem nagyon látni. Black Rift. Szóval... Fekete hasadék. А, неужели это ты, Василиса? Ennek a hangja is kurva jó. Hát te vagy az, Василиса. Tippeljetek, ki ez az úriember. Мне стоит тебя поздравить. Ja, gratulálnom kellene. Ведь первая печать открыта. Печать, az a pecsét. Первая печать открыта. Hogy az első pecsétet kinyit. Осталось лишь шесть. Осталось шесть. Várjál.
Сис... Нам тормозит, как он говорит. Она линия, хоть ход парад. О, но сможешь ли ты открыть остальные? Так и пошла сэркинитни. Он мородик. Это совсем другой вопрос. Это совсем другой вопрос. Az egy teljesen más dolog, ugye valójában azt mondja oroszul, hogy az egy teljesen más kérdés. Oké, okay, kívánság, ki vagy te? Pecsétek, akkor lássuk. Ты что за сатана? Miféle ördög vagy te? Как невежливо, Василиса. Milyen udvariatlan tőled, Василиса. Теперь я твой главный помощник. Ведь именно я даю тебе колдовскую силу. Igen, én vagyok ugye a fő tanácsadód. Én vagyok az, aki a varázslóknak ugye a hatalmát adja. Ugye a Koldun az ilyen varázsló, nem feltétlenül boszorkány, de olyasmi. Lényegében boszorkány. Később jobban megismerjük egymást, gondolom. Oké. Okay. Неужто книга любое желание исполнит? Kíváncsi vagyok, hogy a fekete könyv tud-e teljesíteni bármilyen kívánságot. Конечно, ведь таково предание. Persze, ahogyan a legenda szól. Кто знает, может скоро ты встретишь своего возлюбленного. Ki tudja, talán hamarosan találkozol a szeretteddel. Но кто достоин открыть сии печати? Ki az, aki méltó felnyitni ugye a tekercset és feltörni a pecséteket? Ugye ez volt a jelenések könyvében pont ezt a kérdést tette fel az angyal. Пока что не было такого ни на небе, ни на земле, ни под нею. Igen, itt meg folytatja ugye, hogy senki a mennyen és földön és a föld alatt nem képes kinyitni ugye a tekercset, vagy csak ránézni. Még. Oké. Okay. Hogy nyitom ki a pecsétet? Разве ты не сможешь догадаться сама? Ja, magadtól nem tudod kitalálni? Кажется, я уже разочарован в тебе. Csalódtam benned. Отпусти меня на свет Божий! Hadd térjek vissza az élők földjére. О, не так скоро. Még nem. Не так скоро. Ты не забыла, почему ты здесь? Elfelejtetted a célodat? Я нарекаю тебя векшицей. Kinevezlek boszorkánynak. Ведьма, сколько чертей ты берешь в услужение? Mennyi démont veszel a szolgálatodba? Igen, mert... A játéknak van egy ilyen mechanikája, hogy démonok kötődnek rá. Ennek megvan a folklore-ban a sztoria, ez majd ki fog derülni. Tehát a démonokat lehet használni, hogy elküldöd őket melózni, és akkor gyűjtenek neked pénzt főleg, meg néha tárgyakat, vagy gyógynövényeket. És akkor lehet gyűjtögetni, és vannak ilyen nevesített démonok, meg csak úgy kapsz démonokat, meg minden. Egyet, ennyit amennyit lehetséges. Igen, és van egy ilyen a játékban, hogy bűn. És ugye minél több bűnöd van, ugye a tetteidtől is függ, meg a démonoktól is, mert a démonoknak a tettei, és ugye bűnt gyakorlatilag bűnt adnak hozzá a bűneidhez, és minél nagyobbak a bűneid, az befolyásolja a végét a játéknak, hogy milyen endinget kapsz. Egyébként elég sok endingje van, talán van vagy 4 vagy 5. Хватит мне и одного беса в услужении. Быстро, что только один раз сюкшей. Меньше трех не даем. Я 3-нал кевешеб импет нам адунки. Я выберу тебе лучших помощников из старых бесов Егора. Kiválasztjuk a legjobbakat Jégor démonjai közül, ugye? А теперь ступай. És most menj. Мы еще встретимся. Если ты сможешь открыть печати. Talán később találkozunk, ha ki tudod nyitni a pecséteket. És most... Black Book! Hey! Csornaja kníga! Yay! Most elvileg akkor
már közé vagyok. Ja, igen. És itt kezdődik a lényegi játék. Ez a, hát, ja, tudni. Ez még van egy tutorial szint. Te itt előbb hümmögünk. Ногу уж развело, пока в себя приходила. Я тебя дотащил до дому. Ja, a nap felkelt, mire magadhoz tértél. Haza kellett cipelnem téged. Понимаю, не просто это в мире окаянного-то побывать. Ja. Ja, értem, hogy nem könnyű átmenni az ördögnek a földjén. Szóval láttad? Дома мы, будто все во сне было. Itthon vagyunk? Olyan volt, mintha csak egy álom lenne. Окаянный векшицей меня сделал. Ugye az ördög boszorkányját tett. Biztos ez így van a valóságban, és kimész a kereszteződéshez, aztán kinyílik a pokol kapuja, aztán ott van egy ilyen szexi hangú óriási ördög, és azt mondja, hogy jaj, kinevezlek, boszorkány, és utána boszorkány vagy. Nem kell azt csinálni, mint az odaádba, hogy ásol egy gödröt, beraksz ilyen bigyókat, és akkor megjelenik a démon, és akkor ott dolgok történnek. Új, славня! Я ж тебе говорил, давно бы колдуньей стала, так может... Oké, hát ez egy jó nap. Mit is mondtam neked? Hogy régen, már régóta boszorkányra kellett volna válnod. És akkor vannak ezek a bailicskák. Ezek ilyen kis sztorik. Ilyen folklorból, ilyen... Tehát ilyen népi történetek. Majd mindjárt megnézzük, hogy melyik ez. Na, mindegy, amit megtörtént, az megtörtént. A legenda azt mondja, hogy a kívánságod a hét pecsét mögött van. Én soha nem tudtam kinyitni az elsőt sem. Wow, a Vasilisának meg csak odaadtad a könyvet, aztán egyből, hupp, egy már nyitva is van. Oké. Okay. Itt a második, The Aspen van. Most az Aspen nem tudom, de mint olyat mondott volna, hogy a szürke, mert valami nevük van ezeknek mindegyiknek. Vagy a hamu színű. Hogy nyitom ki? Talán a démon nyitott, a démon a kereszteződésben az nyitotta ki az elsőt. Да, думаю, тут без нечисти не обойдешься. Но кого нам изловить такого осинового? Надо мне головой поворожить. Azt hiszem, hogy a démonok is szerepet játszanak benne, de milyen szellem lehet ugye az Aspen? Ez biztos hamu, nem tudom, talán. Ja, törnöm kell a fejemet rajta egy kicsit. De van valami a könyvekben. De pedig ugye boszorkány vagy most. Ja, tudtam, hogy nem okozol már csalódást. Уж и весть об этом по округе разлетелась. Верно, суседушки хозяевам нашептали. Ja, hogy a megvilágosodásodnak a híre már elterjedt. Biztosan a Suszetko volt az, amelyik elmondta a családok fejeinek. A Suszetko, az egy házi szellemnek hívják. Suszetko, azt hiszem a... A szaszed szónak köze lehet hozzá, a szaszed az meg azt jelenti, hogy szomszéd. Tehát itt van, hogy házi szellem, vagy hobgoblin, és a hárt, azt hiszem a kemence a hárt alatt lakik, vagy pedig a pincében. Сейчас к тебе за советом будут ходить. Я то уж стар стал, любовь-то мало. És most az emberek hozzád fognak jönni tanácsokért, én már öreg vagyok, nem sok fogam maradt, és a kolduni erőm az már ugye kezd elmúlni. Теперь ты будешь народу помогать. На разгадку, небось, и натолкнемся. És most először az, aki segítesz az embereknek itt. Talán megtalad a megfelelő démont a problémáidra. Пока ты в себя приходила, я уже переговорил с большинством крестьян. Amíg még ki voltál ütve, addig bár beszéltem a látogatókkal. Bár csak egy maradt. Ja, nézd körül először, a könyved ott van az asztalon. Ja, emlékszel, hogy mit tanítottam neked ugye a könyvkötésről? Azután beszélj a látogatóddal, néhány gonosz szellem
проблемакат окоз наки. Értad? Az ördög. Сам ты встречался с бесом этим? Te magad is találkoztál az ördöggel? Я тоже ведь посвящен был в колдуны. Engem is beavattak koldunnak egyszer. И с чертом тем виделся. Он мне бисей ты и передал. Én is láttam az ördögöt, aki nekem adta a démonjaimat, ugye csort, itt csortnak fogja hívni. Démon vagy ördög, ami a Kolduna familiárisaként funkcionál. Egyébként a játék végig a csortot fogja használni, tehát nem is démonnak vagy ördögnek hívja őket, tehát nem fordítja le, hanem csortként, és akkor minden már tudjuk, hogy mik ezek. Nem is tudtam ugye feltörni az első pecsétet. Ja, és neked csak egy érintés kellett hozzá, és el is tűnt. Úgy tűnik, hogy nagy hatalom van benne. Oké. Все поняла, дедушка. Пора приниматься за дело. Ищи нечисть по уезду. Может, и свезет нам с печатями. Не стоит затягивать-то. Oké, nézz körül a környéken, vagy a kerületben talán szerencsénk lesz a pecséttel. Кто знает, может, коли пройдут сороковину у парня твоего, так все, не воротить его. Ki tudja, talán, hogyha eltelik 40 nap, akkor már nem tudok segíteni. Igen, mert van itt valami, hogy a keleti ortodox hitben a tradicionális, ugye, gyászceremónia a halál utáni negyedik nap tartják. Ami után az ő lelke elhagyja ezt a világot. És akkor elvileg az a téma itt, hogy 40 napjuk van, 40 napja van a Vasilisának, hogy feltörje az összes pecsétet és visszahozza a szerelmét ugye a pokolból, mert azután már nem fogja tudni, mert addigra már elmegy teljesen. No, zbogam. Na, zbogam. Oké. Okay. És itt vagyunk. Szóval, itt van minden cucc. Много тут книг. И лицевые рукописи есть старинные. Ja, itt egy csomó könyv. Még a régiek is. A fekete könyvet nem itt tartjuk. Hanem a kályha melletti titkos tárolóban. Дед говорит, что раньше людей под печью хоронили. Оттуда домовые и взялись. Igen. Tehát itt a, ugye a nagypapa azt mondja, hogy régen embereket temettek ugye a kemence alá. És így lettek a damavojok. Igen, én azt a szaszetkát, azt nem ismertem, de a domovikát meg a damavojt, azt igen. Az is egy házi szellem, a damavoj, ugye az a férfi, és van neki a felesége, az a domovika. Én ezt ismertem már. Ez a szaszetka az új volt. Red Corner. Hogy mi a Red Corner, arról is majd lesz szó. De... Lesz is az öreggel. Szóval, Vásja. Hogy veszed a misztikus tanoknak a tanulását? Eléggé kíváncsi vagy, hogy többet tanulj? Na, lássuk. Как ты сам-то колдуном стал, дедушка? Hogyan lettél koldun? Я сам-то из Вильгарда. Вильгардban születtem. Apám hatodik gyerekeként. Большая была семья, да не шибко богатая. Jevlampi Churov. Tehát az apja az egy Jevlampi Churov volt. Nagy család volt, de nem a leggazdagabb. Ugye Vilgort, az pedig a Cserdingben egy nagy falu. Ahol te is születtél, és ahol felnevelt az Old Igor. Vilgort azt jelenti, hogy új falu, a Komi Permian nyelven. Igen, mert Komi, tehát ez gyakorlatilag a Komi Permi nyelv, vagy a Komi Permi folklort használjuk. Vagy folklort használták fel itt. Tehát ez nem orosz, hanem ez a Komi meg a Permi népcsoportnak a nyelvéből erednek dolgok. Van benne egy csomó orosz cucc is nyilván, de főleg ennek a népcsoportnak a folklórját használták fel. Ha sok szájt kell tettetni, akkor kevés pénz marad. De jól értünk, mint család. Ház jól meg volt építve. Ott родился седьмой брат. Тимофеем назвали. Хороший был парень. Ja, aztán egy évre rá a hetedik testvér is megszületett, Timofejnek hívták. Rendes gyerek volt. Adroson, de
Не углядел я за ним. Грех какой. Ой, до сих пор неспокойно мне. Felnőtt, de nem figyeltem rá eléggé. Olyan... Ja, még így is bűnösnek érzem magam. Эх, Вася, что черти? Верно ты делаешь, что своих не бросаешь. Надо за них бороться. Ja, Вася, ugye, hogy csortjaid vannak, az triviális dolog. Jobban teszed, hogyha jobban megvéded azokat, akik közel állnak hozzád. És harcolsz értük. Знание на то и нужны. На то мы и бесей приручаем. Igen, hogy a tudás az, ami erőt ad nekünk. És ezzel ugye a csortoknak, a démonoknak az erejét ugye megcsapoljuk és felhasználjuk ellene. És akkor így ugye a démonok, ugye az mi irányításunk alatt van. Ja, mert van egy olyan is, hogyha nem foglalod le a démonjaidat, akkor elkezdnek téged piszkálni. Tehát gyakorlatilag megátkoznak téged. Van egy ilyen része is a játéknak. Hogy áldás és átok is, hogy vannak ilyen démonjaid. Egy nap ugye Timofejre vigyáztam, játszottuk a többi gyerekkel, de elvesztettem a türelmemet. Megátkoztam őt. Elküldtem a Leshihez, ugye Witcherből ismerőt lehet a Leshi. Vörszának is nevezik, ami egy komi szó. Az erdőnek az urai, a Leshik. És néha a földeknek, meg mezőknek. Rendítják az időjárást, az állatokat, gonosz és a gonosz szellemeket, akik a területükön laknak. És akkor vadászok és a pásztorok ugye megszoktak egyezni velük, és ajándékokat hagynak neki. És a Leshi elvitte a testvérét, a Timofejt, mert elküldte a francba. Nem találtuk meg soha Timoskát. Eltűnt. Igen, megint a Timofej, ugye a rendes neve, Timoska, meg a... pecézett. Nehéz ez a bűn, Vasya. Не дам нечистому больше в обиду семью свою. Так и порешил. Ezért döntöttem úgy, hogy koldul leszek. És soha nem engedem többet, hogy ezek a sötét lények ugye bántsák a családomat. Legalábbis így gondoltam. А как колдуном стал, я после расскажу. Завтра лучше поговорим. Не просто это было. Elmondom a történetet, hogyan váltam koldulnak később. Kérdezek holnap. Nehéz a múltbali dolgokra mindre egyszer emlékezni. Vagy megérted, ha te is öreg leszel, mint én. Tehát gyakorlatilag itt is az volt, egyre több ugye társa lesz a Vasilisának, és akkor így lehet velük beszélgetni, és akkor az ő történetük is szépen kiderült, tehát ez is tök jó bele van építve a játékba. Hogy tudok felismerni gonosz szellemeknek? Hogy tudom, hogyha előttem állnak? Egyszerű. Jártál ugye az ördögnek a birodalmában, most már láttál mindent, ja nem... Mondasz, már mindent annak látsz, ami valójában. De только тьма тебя теперь тоже видит. Ответ. Az egyetlen dolog, hogy a sötétség is lát téged. Тебя будут преследовать демоны и духи, и взглянув во тьму, ты взор ее на себе почуешь. Démonok és a szellemek követni fognak téged, és amint belenézel a sötétségbe, az ő szemeik is rád fognak. Ugye az ő szemeikkel is rád néznek majd. Сильный будь, держись, наша это доля. Сама путь свой протаряй. Ja, legyél erős, mert ilyen a végzetünk. Как дом наш выстроили, дед? Ja, hogy volt ami izbánk építve? Az, az izba, az meg az a házuk. Tradicionális orosz vidéki ház, az izba. Dök, как? Régen. Csomó mindenki lakott már. A enciklopédia entry. Több mint egy fél évszázaddal ezelőtt úgy tűnik. A régi rituálék szerint... Ja, a régi rituálék szerint épült 50 évvel ezelőtt. Most, amiket most már ismersz. Nem emlékszel, hogy ki építette, talán a nagyapám. Дед мой, наверное. Да нет, пойду уж, дед. После поговорим. После поговорим. Az a később még beszélünk. Oké, szóval nézzük meg a Black Book-ot. Szóval... Itt elmondja, hogy hogyan van. Tehát itt van a... filter is van.
Igen, na, tehát itt van gyakorlatilag azt írja, hogy 13 a minimum, amit berakhatok egy paklim, hogy 3 paklim lehet, és aminél egy ilyen pénzszimbólum van, az rubel, tehát azzal lehet megvenni új lapokat gyakorlatilag, de csak az izbában, tehát csak itt otthon. Úgy, mikor elindulok már, akkor már nem tudok újakat venni, esetleg találhatok, vagy ha találkozok kereskedőben. Na, és akkor ezek a lapjaim vannak, most akkor ezzel is boldogulunk. Itt van a szín, bad deeds, amit csináltam. Itt a térkép, amin majd fogunk mászkálni. Mindig más, majdnem, hogy minden egyes sztorinak, minden egyes napnak, amit végigjátszunk, más térképe van, más felle megyünk, szóval egy csomó. Azt hiszem nem is megyünk kétszer ugyanott, de majd meglátjátok. Itt van a RPG szint, gyakorlatilag ugye az összes örpöm, meg ilyen felszerelések, amiket be tudok ide pakolni, és akkor az ad nekem bónuszokat. Szóval van ebben minden. Akkor itt van, amiről beszéltem, tehát ez a Cold Initiation, ezek a onomasztikon. Tehát itt vannak az enciklopédia entrik, amik gyakorlatilag ilyen érdekességek innen, illetve a bajlicskák, amik ugye meg ezek a folklórból a cuccok. És akkor nézzünk meg párat ebből is. Itt van az izba. Tehát ezeket itt konkrétan le is írja. Hogy az izba egy tradicionális orosz ugye vidéki ház, erdőkben, sztyeppéken és folyók partján találkozik meg főleg. Nem tudom mi az a konifer, de főleg abból építik. Forest, ugye erdély sztyeppék, vagy sztyeppéken néha ugye birches, tehát ott is fából. A bőrcs az nem is tudom milyen fa, de abból is építik még akkor is, hogyha azt a fát nem igazán használják, ritkán használják építésre. És az izbának a belsejét ugye tradicionálisan alakítják ki. És pénzt és más dolgokat ajánlanak fel ugye a védőszellemnek. Amit ugye beraknak a polcra a vörös sarokban. És tradicionálisan ugye a hárt, az a kemencét, vagy a kályhárt, az mindig átlósan az ellentétes oldalra rakják a vörös sarokkal, ami azt hiszem látszott is talán itt, hogy ugye itt a vörös sarok, és itt van a kályha, tehát az ellentétes oldalon van. Aztán Cold Dawn Initiation. Igen, mint mindenféle beavatás, a varázsló, amit Koldunnak hívnak, át kell mennie ugye a fenevad bendőjén egy keresteződésben, vagy szaunában, vagy bármi olyan helyen, ami ugye egy ilyen határterületként szolgál. A legtöbbször ugye a beavatás egy szaunában történik, és ezért van az, hogy a fenevadat azt mindig egy ilyen lángoló kutya jelképezi, mert ugye a szaurában rohadt meleg van. Más kulturális tradíciókban a beavatott úgy át kell mennie az ősének egy ilyen totemnek a bendőjén, vagy a száján. Érdekes módon a Cherdin régióban ugye ez a tradíció megmaradt részben. Azokban a földrajzi helyeken, ahol az oroszok kapcsolatba léptek, és elég közeli kapcsolatba léptek a komi ugye néppel, ott a koldunoknak át kell menniük ugye a fehér hattyúnak ugye a bendőjén. Fehér hattyúnak Kapersail, ez nem tudom micsoda, pike, a pike az egy hal, egy gyík vagy a medvének. Ezek mind ugye totemek, a komipermieknek a totemei. És ezeknek a bizonyítékait látszik ugye a tradicionális ilyen bronz táblákon és amuletteken.
aztán kereszteződés. Ugye ez a kulcspontja az utazásnak a élők világa között és a menny és a mélys, az alvilág mélységei között. Igen, ez a hely ugye átjáró a világok között. És ezért a meséknek a hősei gyakran megállnak a kereszteződésekben, hogy megválasszák az útjukat. Azonban bármelyik utat választják a nem élet világába, az úgynevezett Tridevjatoje Carstva, a messzi királyság. Ja, bármelyik utat választják, az az úgynevezett, ugye az a messzi királyságnak hívják akkor az alvilágot talán? Vagy a másik világot. Itt kell leküzdeniük a kígyót, vagy koscseit, ami az élőholtat jelképelő. És át kell esniük ugye más nehéz kihívásokon. Cserdin Ujezd. Cserdin Ujezd. Igen, ez a északi részén van a Perm guberniának. Igen, itt a finnugor hit erősen összekapcsolódik a kereszténységgel, ami egy ilyen érdekes kulturális ugye, keveréket eredményez, amit ugye mondtam is. Az első kereskedelmi út Európa és Ázsia között az is a Cserdinen keresztül ment. Átalakítva, hogy minden folyót, patakot, hegyet és dombot. Kicsit ilyen európai és ázsiai történelmé. Átalakítva, hogy európai és az ázsiai történelem részévé tette. Ez ilyen érdekes. Oké. És akkor itt van a Koldun iniciés, beavatás. Ja, hogy nem könnyű Koldunnak lenni. Egyé válni az ijesztő dolog. Az emberek sok történetet mesélnek. Egy különösen érdekes. Egy ember meg akarta büntetni a szomszédját, amiért megváltoztatja a földjeiknek a határát, amik szomszédosak voltak. Ement egy Koldunhoz és megkérte, adj nekem egy csortot, egy démont, amivel megátkozhatom a szomszédomat. És Koldun azt válaszolta, ez nem ilyen egyszerű. Tedd, amit mondok, és megkapod ugye a démont. Aztán azt mondta neki, hogy el kell mennie egy szaunába éjjel. Konkrétan éjfélkor. Szóval az ember összeszedte a bátorságát, fogta a puskáját és a keresztjét. Vagy olyan ijesztő ugye a szaunában. Megtöltötte a fegyvert. Megtöltötte a fegyvert a keresztjel és belelőtt ugye a tűzhelybe. Egy tüzes kutya ugrott elő, kinyitotta a száját. Az egyetlen dolog, amit tehetett, hogy belemászott. Még akkor is, hogyha a ösztönei más súgtak. Még akkor is, hogy igen, tehát visszafogta magát, hogy ne vessen keresztet. Az utolsó pillanatban. Mert hogyha megtette volna, akkor elveszti a kezét. Ja, lemászott ugye a tűzhelybe, de mit tettél volna? Oké, aztán ahogy belépett ugye a bendőbe, meglátott egy ilyen pici emberkét ugye az asztal mögött. Ja, akarok egy kis démont, amivel meg tudom átkozni a szomszédon. Ugye a kis démon így válaszolt. Ja, hogy mi hármas csapatokba jövünk csak. Ja, az ember felébredt ugye a szaunában három démonnal. Ja. Apa, adj nekünk munkát, enni akarunk. Ja, adott nekik egy macskát, amit elátkoztak, és kisebb feladatokat. És még több és több démon jelent meg. Ja, próbált a démonoknak a követeléseit ugye teljesíteni.
de hamar ugye belefáradt testileg és lelkileg is. Végül a démonok ugye elkezdték szórakoztatni magukat ugye a falusiakkal, míg nem az összes lakót el nem átkozták. Tanulságos történet, tehát annyira meg akarta átkozni a saját szomszédját, hogy képes volt megidézni egy démont és lemászni a pokolba, és utána, hát igen, nagyon kell utálnod valakit, hogy ennyi szíváson átmenj, és még szarul is jöjje ki belőle. És a malom, ami nem mozgott. Egy ember Vyatkából élt a falunkban. Ő a történeteket mesélt nekünk. Ez egyikben volt egy molnár, akinek ajándékokat kellett adnia egy sisigának. Az majd, azt hiszem kiderül, hogy micsoda. Vagy különben megakadályozta, hogy a malomnak a mechanizmusa működjön. És áldozatként adott neki lisztet, gabonát, tehát a magokat, meg kenyérmorzsát. Egy alkalommal elfelejtett és nem adott semmit. Ennek megfelelően ugye a szélmalom meg is állt. És amikor az ember bent megnézze a malmot, ott volt a sisiga, rajta ült ugye ezen a malomkövön, ami az őrlőkövön, ja, megfenyegette őt. Aztán eltűnt. Aztán a molnár összeszedett dohányt, és bedobta az árnyékokba, a sarokba, a malom sarkába éjfélkor. És a malom újra elindult. És a sisiga többé nem okozott problémát. Na. Ó, ja, azért nem is mutattam. Igen, itt vannak a... Ezek gyakorlatilag a... Skill tree. Tehát itt lehet ilyen cuccokat nézni. Majd meg kell néznem, hogy mire kell majd költenem. Egyről még nem tudok semmire, mert nincsen skill pontom. Meg nincsen démonom sem még. Na, de akkor kezdjük a történetet, mert elég hosszú a felvezetés, itt sokat kell olvasni, meg tök érdekes dolgok vannak benne. Itt van. Isten áldja Yegor Evlampovics és Vasilisa Fyodorovna. Ja igen, ez is egy érdekesség. Ma lehet, hogy mindenki elküldött az anyámba, hogy mindig megakasztó a sztorit, hogy mondjak valami érdekességet. Tehát az Yegor, ugye Yevlamp volt a Igornak a faterjának a neve, ugye a Fyodorovna meg azt jelenti, hogy ugye a Fyodor volt a Vasilisa apjának a neve. És ugye ez a Yevlampovics meg a Fyodorovna, ez gyakorlatilag nem a családnevük, hanem ez az apai nevük, amit úgy van akkor, hogy Otchestva. És ez mindig az apjuknak a keresztnevéből jön, és akkor így van így van a nevük, hogy keresztnév, ugye apai név és családnév, és amit itt használ, azért szólítja meg őket, hogy Yegor Yevlampovics és Vasilisa Fyodorovna, mert ők ez a formális, udvarias megszólítása egy embernek, akinek tudod a nevét, hogy keresztnév, tehát nem mondják a családnevét, hanem azt mondják, hogy Vasilisa Fyodorovna, és akkor az egy ilyen udvarias, formális megszólítása valakinek. Ennél formálisabb már csak, amikor a Gaspagyin meg a Gaspazsát használják, ami gyakorlatilag uram és hölgyem, de akkor viszont családnevet szoktak mondani. Na de ennyi erről. Помогай, господь Фёдор Аркадьевич. Na. Вот с гостинцем я намолол муки. Ja, hoztam ugye ajándékokat, lisztet, és hallgassatok meg, igen, mert ugye ő koldun, és akkor eleve hozzák neki már valamit, hogy... és pénzként kapom meg, ugye lisztet hozott, de ez pénzben ütődik le játéktechnikailag. És ő a molnár. Ja, nem pazarlom az időjét, elmondom egyből. Не ладно у меня на мельнице. Ночью молоть начали, да как застучит. Valami szörnyűség történik a
a malomban dolgozunk. Éjszaka, amikor hirtelen halljuk, fura hangokat hallunk. И тень потом заметили в углу. Эх, черна, ну мы бежать! Az árnyékok elkezdtek sötétedni az egyik sarokban. Olyan mély feketeség. Az életünkért futottunk. Tudjuk, hogy te ismered ezeket a dolgokat. Mit kellene tenni? Во время ночной работы на мельнице раздавались странные звуки и явилась тень. Что может быть причиной? Ja, mert én tudó vagyok. Igen, a parasztok, szellemek és a démonok is ugye keresik a segítségedet és tanácsaidat. És akkor igen, néha vannak ilyenek, hogy választom kell, és hogyha jól választok, a kapok XP-t, ami valamiért fogakként van ábrázolva, nem tudom miért, de oké. Egyébként az Alice Madness hitözben is fogakat gyűjtöttünk, ami ugye az volt a pénz, amivel lehetett venni cuccokat, de hogy miért voltak fogak, azt nem tudom. Ja, igen. Igen, hogy jól megválaszoljam, akkor ezért jó, hogy elolvassuk ugye az enciklopédián cuccokat, mert ez alapján tudjuk jól megválaszolni a kérdéseket. És ezt meg tudom nyomni egy tippért. De kevesebb XP-t kapok. Tehát az éjszakai műszakban a malomban furcsa hangokat hallanak, és mozgó árnyékokat látnak. Mi lehet-e mögött, démon? Tehát ez ennél egyszerűbb válasz valószínűleg nincs. Чё ночами ты мелешь? Miért dolgoztok éjszaka? Démonok, démon művelsz. Иисусе Христе! Jézus Krisztje! Ну так, а как жерновато крутится? Не от ветра же, сам знаешь. Mit gondolsz, hogyan forog a malomkerék? Nem a széltől magától nyilván. Én azért inkább több pontot adnék a szél valószínűségére, de jó. Нельзя по ночам на мельнице работать. Tilus a szélmalomban dolgozni, ugye miután lement a nap. De most mit tegyünk? Mindent jól csináltam, amikor megépítettem. Kérlek segíts, van nekem ez a régi dolog, ami talán tud segíteni. Ja, jobb, ha felköhögött, hogyha segítünk. Может, нам этот бес с книжным делом поможет? Окей, Вася, нézd meg ezt a helyet, a démон lehet, hogy hasznos lehet a számunkra, tudod. Ладно, смотрю, что с чертями вашими. Ja, окей, megnézem, hogy mi van ezzel a csorttal. Спасибо. Мне так и говорили, что в беде не оставите. Ja. Köszönöm, tudom, hogy nem fog csalódást okozni, viszontlátásra. Вот там на мельнице хозяин не леший черт какой-то. Ja. Ja, nem egy átlagos molnár. Általában a lesikkel üzletelnek, de ennek démonja van. Sama idi, bez menya spravishcha. A ya poizuchayu pechati eti. Okay, addig én a pecséteket nézem, amíg te a malommal kötsz. No, чтобы не так туго было. Вот тебе трава. Адамова голова. Ja, és könnyű, hogy te az útodat itt ez a gyógyító fű. Ja, az Adam's Head. Ja, az meggyógyít, hogyha valami félre menne. Okay. Ja, jobb, ha útra kelsz, a gonosz szellemek nem űzik el magukat. Ja, van, amit akarsz még kérdezni előtte? Malom, Adam's Head. Hogy használom a őrböket? Igen, ezt harcban lehet használni, de egyébként lehet használni harcon kívül is a gyógyító cuccokat. Hol talán a szélmalmat? Nem emlékszel arra, amelyik ott éjszakra van Vilgortól? Az ördög, ja, ördög kísérti azt a helyet éjszaka, az ember azt mondja. Menj oda. És napkeltére gyere vissza. Sok dolgunk van. Oké. Ясно все, дед. Путь пора. На завтра свидимся. Путь пора. А, погоди, погоди, вот еще что. Окей, я ж мейк валами. У меня один бес в Кушево улетел. Эквитом Кушево фалуба демонт.
Так, наверное, попортил там кого. Сходи, Megátkozhatott валакит. És menj oda és javíts ki. Ja, még pénzt is kell szerelni belőle. Хорошо, дедушка. Oké. Szóval, még kaptuk optional task-et is. Tehát itt kell sétálgatni. Ezeket átnyomkodom, mert... nem annyira érdekes. Tehát, ez tök jó, mert itt leírja, hogy mit kell csinálnunk. Hova kell, ugye mi az opcionális. És hogy miket lehet találni. Ugye három enciklopédia bejegyzés, meg azért. Tehát, akkor itt az ideje, tehát ez lesz gyakorlatilag a játék, itt mászkálunk, és akkor dolgok történnek. Na, kezdjük ízzel, akkor nézzük meg az opcionálist először. Oké, nem messze Kamgortól egy gazdag paraszt építette a Mogilevski, ugye... A Mogilevski ezt a kúriát, valakinek jól megy. Вы незаметно проскальзываете мимо уснувших деревенских изб. По крайней мере, вам так казалось. Из окна, нависающего над улицей, вас окликает знакомый голос. Ja, csendben odamész a falu házaihoz. Legalábbis azt hitted, hogy csendes vagy. Ismerős hangokat hallasz az ablakokból. Van az egyik ablakból. One of the windows. Igen, az egyik ablakból. Ami az utcára nyílik. Vaska, stoj! Dzielo jest! Ja, Vaska, megállj! Van, üzletem van a számodra. Только, шепотом давай! У меня соседка, баба одна. Так у нее заловка всю плешь мне проел. Ja, jobb, ha csendben vagyok. Van ez a szomszédom, és utálom. I hate her guts. Nagyon jó. Ты давай-ка спорть ее по-быстрому. Ну там, кило, или чё? Такое не сильное. Használ кило аткод, vagy valami. Nem egy erőset. Ja, van áldékom számodra. Na most, itt ugye, hogyha beleegyezek, akkor ugye bűnt kapok. De kaphatok lóvét is. Vagy meg jó kislány leszek, és nem átkozok meg embereket csak úgy. Most úgy döntök, hogy jó kislány leszek. Я тебе не такая знатка, чтоб кого попало портить. Так-то. Én nem olyan fajta boszorkány vagyok. Ja, én nem fogok csak így átkokat szórni jobbra-balra. Ja, jól megmondtam neki. Oké. Kuseva Village. Kisfalu nyugatra Kolvától. Mondjuk ezt alapján be is lehet lőni, hogy pontosan hol vagyunk, mert azt hiszem a térképen... Lehet, hogyha megnézik a térképet, hogy hol van a permi határterület, akkor lehet, ha megtaláljátok Kolvát, akkor meg is tudjátok mondani, hogy hol van a Kuseva Village, és akkor be tudjátok lőni, hogy merre bóklászunk. Oké, volt még már párszor az Old Yegorral, amikor teheneket gyógyítottunk. Oké, ide küldte a démonját. Вы замечаете, как возле одного из домов беспокоится крестьянская семья. Странно увидеть полное семейство на улице в такой поздний час. Из избы доносятся глухие звуки. Падают горшки, кто-то ворочает скамейки. Észreveszel egy zajos családi összejövetelt az egyik ház előtt. Különös látni az egész családot kint az utcán, ilyen időben. Vagy ebben az órában. És furcsa, tompa zajok jönnek ki a házból. Ja, leeső... mozgó bútorok és leeső, ugye... ez... ilyen étkészlet, minek hívják ezeket? Kanál, villa, ilyesmi. Vasya, здравствуй! Тебя вот, наверное, сам Бог нам послал. Aksinya! Jó estét, Vasilisa! Ja, az Isten maga küldött minket, vagy téged hozzánk. В доме все кувырком. Враг у нас пробрался. Так и блазнит, вержится. Ja, mindre a fejteteire hát a házban, az embernek az ellensége kísérti a házat. Всех перепугал. Az ördög maga van itt. Как враг к вам пробраться-то смог в избу? Так просто в дом чертям не залезть. Hogy jutott be? Вчера? Ja, nem olyan egyszerű egy démonnak bejutnia egy embernek a házába. Mit csináltál tegnap? Так вот, чай пили вечером.
Матушка вон шибко чай-то любит. Чайница у нас. Teáztunk. Natália nagyon szereti. Imádja a teát. Потом, помолившись, спать легли. А ночью окаянный явился. Imádkoztunk, aztán elmentünk aludni, és az éjszaka közepén megtörtént. Azon gondolkodom. Ja, így elérem. Oké. Na, mit tanultok? Ritual behavior. Ugye a rituálékat, vagy viselkedést ugye a szokások megerősítik, és ez elválaszthatatlan ugye a mitológiától. Gyakran hiszik azt, hogy bizonyos események ugye más eseményeknek a következményei. Például egy paraszt ugye parasztot szerencsétlenség ér, miután ne felejt keresztet vetni, amit ugye büntetésnek vesznek, hogy ugye nem követte a szokást, a rituálét. Oké, ez ennek a következménye az lett, hogy mindenféle különféle népszerű hit lett a következménye. Hogy ugye tányérokat nem zártak el éjszakára, vagy ugye a keresztek, ugye gonosz szellemeknek a lakhelyi lettek. Egy beteg gyerek, vagy changeling. Erre nem tudok magyar szót. Majd kiderül az is, hogy ez micsoda. Ugye a beteg gyereket át kell dobni a ház küszöbén. A ház küszöbén, amit ugye szellemek laknak, akiket oda csaltak azzal, hogy megöltek egy kakast az építése alatt. Ennél komplikáltabb dolgot még életemben nem olvastam. Egy idő után az alapok, egy idő után elfelejtődik az, hogy miért is kezdődött ugye ez a rituálé, amit mindig csinálunk. És így csak a rituálé maga marad meg. Hát ez mondjuk mindenre igaz, ez általánosan igaz, ugye, hogy a különféle szokásokat, ha megnézzük, ugye miért csináljuk úgy a dolgokat, ahogy csináljuk, és ha megnézzük, nem tudjuk, csak így csináljuk, már mindig is így csináltuk. Вечернее чаепитие обернулось нашествием чертей. Почему в избе крестьян явилась нечисть? Oké, tehát a teázás, ugye démon invázióba csúcsosodott ki. Kíváncsi vagyok, hogy ezek a démonok miért jelentek meg először. Forgattuk rossz table-vel, forgot to close the window. Table-vel. Samovar-t-e na noc? Ja, keresztet vetettél a szamovár fölött. Oh, i verna, ne zakrestil nikto. Igen, az lehetett, nem jelöltük meg a keresztet a szamovár. Hogy miért kell, azt nem tudom. De ez nagyon fontos. Úgyhogy ha van nátok szamovár, akkor keresztet kell vetni, különben beleszáll az ördög, aztán cumi van. Nekünk régen volt szamovárunk. Надо крестное знамение на посуду творить непокрытую. Так-то. Ja, mindig meg kell ezt csinálni, ne felejtsd el. Шибко ты знаткая, Вася. Igen, hogy olyan, ja, hogy a nagyszerű tudó vagy, Vása. Igen, olyan, aki is nagyon sokat tud, és aki egyben koldun vagy boszorkány is lehet. Ты уж помоги нам. Не оставляй. Kérlek, segíts nekünk. Ne hagyj így. Segítek, don't have time for it. Segítek, hát én vagyok a Vásia. Так чё, ладно, помогу уж вам. Не гоже на улице ночевать. Рентон, segítek. Ja, nem hagylak kint titeket, hogy az utcán aludjatok. Спасибо тебе, Васюшка. Возьми вон молочка свежего в дорогу. És itt meg tejet kaptam tőle. Вы входите внутрь избы. Вокруг всё вверх дном. Черти порезвились на славу. Перекрестившись, вы делаете еще несколько осторожных шагов внутрь. Tehát, bemész az izbába. Minden teljes, hatalmas nagy kupleráj van. Ja, látszik, hogy a démonok jól szórakoztak. Keresztet vetsz, és óvatos lépéseket teszem, hogy még jobban bemenj. De igen, itt is, tehát, hogy boszorkány vagyok, de én is keresztet vetek, amikor bemegyek. Meg én is azt mondom, hogy keresztet vessenek, és akkor ez... már eleve... Ugye keveri a kereszténységet gyakorlatilag a mágiával, amit amúgy az egyház, hát... nem különösebben támogat. Na.
Ну, фафедезам. Черти раскидали посуду и домашнюю утварь. К счастью, немногочисленная медная посуда не повреждена. Больше всего пострадал красный угол. Киоты разбиты, а свечи сломаны. Tehát a démonok kupit csináltak, ugye a tányérokat és a lábasokat szétdobálták, de a réz evőeszközökhez nem nyúltak. És a legsérültebb dolog ugye a szentély a sarokban. Ugye az ikonnak a tárolóját az megsérült, és összetörték a gyertyákat is. Nézzük meg, mit kaptunk most. Redcorna. Na itt a Redcorna, ha valakit érdekel. A Redcorna az egyik legfontosabb misztikus, legfontosabb és misztikusabb hely az izbában. Hasonlóan fontos, mint ugye a tűzhely, mert központi szerepet játszik a házban. És általában ugye az ajtótól a jobb kéz felüli sarokban van. Még az észak-orosz ugye tradícióban is, ahol ugye a terasz az különös módon van elhelyezve. Valószínűleg ugye ilyen idolokat, tehát az ősöknek az idolait rakták ezekre a szentélyekbe. De a kereszténység megérkezése után a szenteknek az ikonjainak a kerültek a helyére oda. A másik neve a Red Cornernek az a Bolnyica, ami azt jelenti, hogy a Istennek a helye. És ott mindig egy ilyen kis ikonlámpa volt, akármi is az. A család fő az mindig a sarokban ült, és nézte ugye, onnan nézte a ünnepi lakomát. Továbbá temetések előtt a családfőnek a holttestét egy asztalra tették, és a feje az mindig a vörös sarok alatt volt. És amikor egy látogató lép be a házba, akkor mindig ugye keresztet vet, miközben ugye a vörös sarokba néz be. Még akkor is, hogyha ott nincsen ikon. Tehát gondolom, hogyha üres a ház, akkor is a vörös sarokba. Érdekes. Na, menjünk a szamovárhoz. Vy приближаетесь к перевернутому самовару. Внезапно он начинает трястись и приходит в движение, а во тьме загораются алые глаза. Явился окаянный. Megközelíted ugye a felborított szamovárt, és hirtelen az elkezd rázkodni, és mozogni, és vörös szemek villannak fel ugye a elsötétedett szobában. Egy démon van itt. Szamovár csort. Nem is egy démon van itt, hanem kettő. Ja, az a szamovár, csak derékig benne van az egyik démon. Azt a tugrál. Oké. Okay. Ő védekezik, ő támad, tehát kell egy olyan, ami nekem védelmet ad. Ó, oh, tökéletes. Akkor. És egyből ki is tudok nyírni egyet. Nyírjuk ki ezt. Boom! Oké. Okay. Most neki egyes támadás van, akkor mindenképp kell egy védelem. Igla. Ja, ez meggyógyít. Na ez a szar, amikor csak fehér lapjaid vannak, mert a fehér lapok azok nem átkok, hanem ezek ilyen védő cuccok. Tudok olyat csinálni, csak ezt csinálom. Akkor ő megtámad. Vészt. Ó, az tökéletes. És melyik nagyobbat támad? Hogy rohadna meg? Ez így jó lesz szerintem. Azt mondja. Ó, ez meg fog halni hamarosan.
És vége. Na és akkor itt lehet választani. Mindig, minden küzdelem után azt mondom, lehet kapni egy új kártyát. Form. Ez jó. Azt kell. Старики из крестьянской семьи кланяются вам в пояс и благодарят вас и Господа Бога, который привел вас в их деревню. Аксинья обнимает вас и уверяет в том, что впредь все сосуды в избе будут закрещены. Окей, okay, család öregei meghajnolnak előtted, és megköszönik a segítségedet. És, és megköszönik Istennek is, hogy idehozott téged. És a lány, Aksinja, ugye biztosít téged, hogy minden egyes ugye ilyen befőttes üveg meg lesz, ugye kereszt lesz vetve minden egyes üvegre a házban. Nagyszerű. És akkor itt gyakorlatilag végeztünk a mellékszál, és akkor mehetünk ugye a régi a folyó mederhez. Egy időben a kolva folyt itt keresztül, most már csak egy mocsár. Серебряный свет луны выхватывает тусклые отблески с поверхности гниющей воды. Студеный воздух северной ночи разрывают на части глухие хрипы, раздающиеся из болотной жижи. A hold ezüstös fénye ugye megcsillan a poshat vizen. A hideg északi esti levegőt ugye tompa brekegés hasítja végig ugye a mocsárból. Вы быстро очерчиваете круг в податливой болотной почве и зажигаете свечи. Проходит мгновение, затем еще одно. Наконец перед вами является демон и бросается на защитный барьер. Демон. Gyorsan rajzolsz egy kört, ugye a puha mocsári talajba, és gyertyát gyújtasz. Egy pillanat eltelik, aztán egy újabb, és végül egy démon jelenik meg, és nekiugrik ugye a védőkörödnek. Oké, okay, még egy démon. Hát ez... Őt is lenyomjuk. Kell egy védő. Ah, tökéletes. Ó, tökéletes, tökéletes. És... Puff. Oké. Okay. Megint támad, de szerintem nem fogja túlélni. Mert pofán vágom. Boom. Velvers. A Velvers is... de ez a kila az jó. Egy ilyet. Lehet ugyanőt választani, többször is. Csak akkor... több van belőle. Ja, lehet, hogy itt nem tudom belerakni. Ja, nem, bele is rakja nekem. Ah, oké. Okay. Nem kell külön beleraknom. Irány, oké. Okay. Kemgort Woods. Északra Kemgortól. Ja, ősszel gomba hátán lehet itt találni. Среди черных древесных силуэтов раздается шорох. Вы начинаете читать защитные заговоры, но навстречу вам выходит не нечисть, а одинокий человек. Старушка одета в старое тряпье. Похоже, вы повстречали нищенку. Oké, okay, a fekete fafigurák közül mozgást hallasz. Ja, a fafigurák között állva mozgást hallasz a fák közül. Egy védővarázslatot mondasz el, de egy személy lép elő, nem démon. Egy ősöreg asszony régi ruhákban. Úgy néz ki, hogy találkoztál egy koldussal. Koldúnya! Boszorkány! Még félig vak is, hogy még ütelsebb. Javas narod za verstu! Érzem a szagodat egy mérföldről is! Dodaj, bidnyeku!
Я аламиштата сакейнак. Мне немного надо на жизнь простую. Милостыня человека, как печать у него. Nem kell sok nekem, egyszerű életet élek, egy személy csak annyira jó, amennyire ugye bőkezű. Adjunk neki. Вот тебе на пропитание. Несе. Да и ты меня не забывай в молитве. Не фелечь ки аз аймайтбол. Спасибо тебе. Я помолюсь за душу твою пропащую. И маткозом аз элвесет лелкетер. Хат иген. Опасно путешествовать одной. Veszélyes egyedül. Возьми вот это вот. Траву. Ja, fogd ezt, gyógyító növény. Na, kaptam ajándékba. Bigichi Forest. Egy öreg erdő kolva folyó mellett, a Bigichi falu közelében. Van egy ura, minden erdőnek van. Gondolom egy lesi. A lesivel, a játékban valamikor fogunk találkozni lesivel, de nem itt, hanem jóval később. У лесной опушки белеет полотенце на старом пне. На ткани стоит крынка с молоком и лежат мясные пироги. Рядом с дарами вы замечаете берестяную грамоту, прошение лешему о сохранении скота из деревни Бигичи. Az erdő szélén egy fehér lepedőt találsz egy régi fatönkön. Valaki itt hagyott egy üveg tejet és némi pirogot. Ezeknek a ajándékok közelében van egy fa. Fa tábla, elvileg? A Bigichi falubi parasztok kérik a lesit, hogy gondoskodjon az állataikról. Ellopom. Igen, itt ezek gonosz cselekedetek mind a kettő, nem akarok gonosz lenni. Tehát, hogy átírom a kérésüket, vagy ellopom az ajándékokat. De az egy szemét dolog, úgyhogy ilyet nem csinálunk. Вы решили не трогать жертву, предназначенную лешему. Это дела крестьян из Бигичей, в которые не стоит вмешиваться. Úgy döntöttél, hogy az áldozatokat békén hagyod. Ez a Bigichi embereknek a dolga, nem a tiéd. És tényleg. Ó! Oh. Beneserskaya Ravine. Oké, okay, ez a Cserdini herbalisták közt híres hely. Itt jó sok jó növényt lehet találni. Bárcsak ugye szakértő lennél ebben. Путешествуя по лесу, вы натыкаетесь на змеиное гнездо. Змеята еще не вылупились, родителей поблизости нет. Радуясь неожиданной удаче, вы огораживаете гнездо небольшой стеной из камней, потом отходите чуть поодаль и замираете. Мать змеиха не заставила себя ждать. Она обнаруживает непреодолимое препятствие, кружится вокруг гнезда и удаляется. Miközben utazol át az erdőn, belebotlasz egy kígyó fészekbe. Kis kígyók még mindig a tojásaikban vannak, de szerencsére az anyakígyó nincs a közelben. Kis falat építesz a fészek körül, és várod, hogy nagyobb kígyó visszajöjjön. És az anyakígyó visszatér hamarosan, látja az akadályt, és nem tud átkelni rajta, és hamar távozik. Проходит некоторое время, и змеиха возвращается с пучком травы в пасти. Одно прикосновение растения к камню, и стена падает. Змея воссоединяется со своим гнездом, а вы быстро выхватываете упавшую траву, прежде чем аспид успевает ее спрятать. Ваша добыча пахнет ржавчиной, а сама невзрачна. Видны только четыре расположенных крестиком листа. Вам повезло получить разрыв траву, открывающую замки и преграды. Tehát egy kis idő eltelik, és a kígyó visszajön a szájában fűvel. Megérinti a fűvel a kőrakást, és a fal azonnal összeomlik. És a kígyó újra csatlakozik a fészkéhez. Megfogod gyorsan a füvet, mielőtt a kígyó elrejtené. Jaj, rostás illata van.
az egyetlen észrevehető dolog rajta az a kereszt alakú négy darab levél. A szerencse rád mosolygott, talált egy break herbet, ami egy illatos növény, ami a zárakat és akadályokat nyit ki. Igen, ezzel lehet ilyen ajtókat, meg ládákat, meg mindenfélet kinyitni. Вы забираете колдовскую траву и готовитесь продолжить путь. You take the herb and get ready to go on your way. Oké, tehát fogod és tovább mész. Продолжить путь. Oké, hol vagyunk következőnek? Kacsevó lék. Good lake in the left bank. Egy ilyen... Ja, értem, tehát kör, tehát ilyen félkör alakú, vagy görbe, tó a kolva mellett. Azt mondják, hogy két ember is belefulladt idén. Valószínűleg eléggé nem biztonságos hely éjjel. De mi akkor is oda megyünk éjjel. На косогоре возле Качьего озера вы замечаете два черных силуэта. Один чешет другому длинные волосы. Что-то есть странное в его дерганных движениях. Что-то, от чего у вас мороз пробегает по коже. Окей. Okay. A domboldalon a kacsavolék mellett két sziluettet látsz. Az egyik a másiknak a haját fésüli. Valami furcsa ebben az egyenetlen mozgásban. Valami, amitől kiráz a hideg. Menjek közelebb, olvassak-e? Чёрные силуэты растворяются в ночном мраке, как только вы произносите имя Господа. Ó, a fekete alakok eltűnnek, miután Isten nevét ismételgetted. Ó. Hát. Ennyit erről. Néha vannak ilyenek. Ezért nézem a végjátszás néha, hogy mi az, ahol lehet valamit kihozni belőle, mert néha tényleg vannak olyan részek, ahol ennyivel megúszod. Itt csak van új itemem. Oké. Okay. Na. Akkor irány tovább. Ehhez a folyóhoz. Nyizovka River. Oké, ez átfolyik a Poljud hágon, vagy ilyen kis izén. Valaki Pocskafalóban azt mondta nekem, hogy ez a folyó From the Tears of Poljud, tehát Poljud könnyeiből alakul. Valószínűleg kitaláció. В отдалении мрачные крылья мельницы со скрипом разгоняют предрассветный туман. Вы вздрагиваете. Перед вами, словно тень, пролетает сова. Птица пересекла вашу дорогу. Это плохая примета. Ведь любой путь неразрывен с судьбой человека. Но, быть может, она хотела вам что-то показать? Асмондя, хоть... Окей, эдь... Сэмом на кокорье, никором на таволбан. Oké, okay, egy bagolynak az árnyéka repül el a fejed fölött. Átrepül ugye az utad fölött. Ja nem, keresztbe megy az utadon, szóval ez rossz ómen. Mert az ember útja és az ember végzete az egy. De lehet, hogy valami helyet akar mutatni? Mehetek utána? Vagy nem? Внезапно перед вами вырастает болото. Вы останавливаетесь у его кромки. Дальше идти опасно. Собираясь повернуть обратно, вы замечаете под ногами чертов палец. Hirtelen egy mocsárhoz érsz és megállsz a szélén. Veszélyes tovább folytatni. Visszafordul és észreveszed az ördög ujját a lábad alatt. Ez mit van? Az lehet, hogy nem item. Ja, de item. Ó, király. Így plusz 4 életem van. Hell yeah. Oké. Okay. Bagoly. Gorodzsenszki ravín. Gorodzsenszki.
Azt mondják, hogy a csúd élt itt. Ez egy veszélyes és szentségtelen hely. És ez a halálos csapda éjszaka. Egyikbe beleesni az biztos, hogy ugye megnyomorít. Azok azt hiszem ilyen szakadékok, vagy valami ilyesmi, sziklák. Вы встречаете двух путников из Бигичей, которые идут на утреннюю работу в поле. Вы продолжаете путь втроем. Около обрыва, словно шутя, один из крестьян пытается столкнуть вас в пропасть. Azt mondja, következett két utazóval Bigicsi faluból, akik úton vannak a földekre. Hárman együtt utaztok tovább egy szakadéknak a szájában. Az egyikük viccesen megpróbál belelökni a mélybe. A szemét! Pont azt olvastuk, hogy rohadtul le lehet itt zúgni, hát viccből. Elfutok, le... Ja, hogy... Nem, pofán Вы размахиваетесь и бьете крестьянина наотмашь. Подняв свой взор на попутчика, вы обнаруживаете, что он обернулся черным демоном. Visszakézbe szájba vágod a parasztot. Ahogy bámulod a két utazótársadat, átváltoznak fekete árnyékba öltözött démonná. Á, tehát ezért akart lelőtni a kis rohadék. Ravin démon. Wow. Az ott elég sokat akar sebezni. Az azt jelenti, hogy három kör múlva, úgyhogy még van időm szétütni az arcát. Kellene egy. Hát mindenképp kell egy védő valami. Az rá, és... csak ezt tudom. Hadd szóljon. Oké. Az megint támad, azt ki kell nyírnom jó gyorsan. És nincsen... ez jó. Akkor ezt, és ezt, és ezt. Boom! Oké. Na most neked nagyon rossz lesz. Boom! Gesture. Ez is jó. A bless is jó. Melyiket használjuk? Mert a bless is jó. A pályot is a rossz. Viszont meg a izém nőne. Viszont a gesture, ugye három varázslatot tudok most, vagy három kártyát, vagy lapot tudok kirakni, de viszont a gesture az nem kerül helybe, az bármikor el tudom lőni, az meg mindig jó. Oké, Chewed Forest. Egy Chewed élt itt valamikor valószínűleg, ahogy az erdő neve is sugallja. Az Old Chewed bronz táblákat nem nehéz itt találni. Viszont ha találsz egyet, az rossz omen. Mert ugye nem keresztény kezek csinálták őket. Вы обошли мельницу стороной и вышли на опушку Чудского леса. Вокруг растеклась угрюмая тишина. Только ветви елей шепчут в предрассветном тумане. Вдруг со стороны мельницы вылетает стая чертей, с гиканьем разбрасывая по округе куски мельничных механизмов. Megkerülöd a szélmalmot és megközelítve a csúd erdőt. Ugye... Ijesztő csend vesz körül. Az egyetlen hang, amit hallasz, ahogy az ágakat és a reggeli ködnek a suttogását. A reggeli köd? Nem úgy van, hogy este van? Na mindegy.
hirtelen meglátsz egy csomó démont, akik mint kirepülnek az egy, az épület oldalából. És dobálják szerte szét a szélmalomnak a szélmalom mechanizkájának a darabjait. Én megnézem a... Már el is tudok rejtőzni? Az vajon mire jó? Стая чертей с дикими криками улетает во мрак, вновь погружая лес в патоку молчания. Вы осматриваете обломки мельницы. Среди досок и бревен вы находите небольшой мешочек с мукой, который забираете с собой. Окей, а демоноknak a raja ugye beleveszik a homályba, ugye dühös sikoltozással. Ahogy az erdő elhalkul, ugye megnézed a szélmalomnak a darabjait, és néhány fa darab között és mechanikus alkatrész között találsz egy kis zsáklisztet. Zsír, na sose baj. Oké, és eljött a pillanat. A szélmalom. Ugye a világ szélén áll, ugye az erdők világok szélén, világok határán egész pontosan. A falu és az erdő között. Azt mondják, hogy a Molnár maga is Koldun, de nem olyan erős, mint Old Yigor. És az Old Yigor se éppen egy erős Koldun, mint mondta. Na lássuk. Szélmalom! Еловые ветви раздаются в стороны, и перед вами предстает старая мельница. Слава об этом месте ходит далеко по округе. Кому доводилось тут побывать в сумерки, а того хуже ночью, рассказывают о мрачных тенях, что блазнят в мельничных окнах, о внезапных порывах ветра и прочей чертовщине. Плохое место. Окей. Az öreg malom ott áll előtt ez. Ez a hely tele van legendákkal és történetekkel a környező falvakból, akik meglátogatták a helyet alkonyatkor, vagy rosszabb este, sötét fantomokról beszélnek ugye, amiket a malom ablakaiban láttak. Hirtelen ugye feltámadt szélről és más démoni dolgokról. Ez az, amit úgy hívnak rossz hely. Nézzünk körbe. Ja, és általában akkor tudok így mászkálni, hogyha... Hopp, örb. Örb. Akkor tudok így mászkálni, hogyha fontos helyen vagyok. Oké. Okay. Van örb mindenfelé. Это бревно водила, которым вращают мельницу. Старое дерево скрипит на ветру. По нему можно забраться внутрь. В стене виднеется небольшой пролом. Ez egy carrier log. Ezzel szokták a forgatni a malmot. Ja, régi fa nyekereg ugye a szélben. Be tudsz mászni ezen a cölöpön keresztül, van egy kis lyuk a falon, de nem akarok bemászni. Старая мельница скрипит от студеного ветра. Не часто такие встретишь в Черденском уезде. Nem olyan gyakori az ilyen malom a Cserdin újezdben. Elvileg van itt valahol még egy örb. Lehet, hogy itt van? Nope. Door. Erre, backyard. Сложно что-то разглядеть в ночном мраке. Тем не менее, вы чувствуете, что вашим глазам все легче видеть во тьме. Возможно, черная книга помогает. Среди густой травы вы замечаете старый топор с ржавым лезвием. Ja, nehéz bármit is látni az éjszaka sötét homályában. De úgy érzed mégis, hogy a szemeid kezdek hozzászokni a sötétséghez. A fekete könyv talán segít ebben. És a sűrű fűben észrevesz egy régi fejszét, aminek rosta borítja a pengéjét. Régi fejsze. Ó, király. Akkor elvileg ez hozzá is adja ja, a cuccaimhoz. Itt kaptunk itt szélmalom. Pernben a szélmalmok sokkal ritkább látványok, mint a vízimalmok.
Ez azért van, mert nehezebb megfogni a szelet, mint ugye a folyóvíznek az erejét, meg gondolom ott Pernben elég sok folyó van. Gyakran a szélmalmokat ugye mozgó tetővel építették, amit egy speciális ilyen kar vezérelt. Ugye el lehetett kapni a szelet, hogy a lapátok ugye optimálisan forogjanak. A legeffektívebb szél az nem a legerősebb volt, hanem egy ilyen közepes. Ugye a forradalom előtt a pengéket, pengének hívja, tehát a karokat, azokat speciális, azokra speciális ugye ilyen szövetet raknak. És később pedig ugye plywoodot. Ugye ezeket nem tudom, hogy ez mit jelent pontosan, de elvileg van itt valahol még egy örb. Na mindegy, nézzük meg az ajtót akkor. Мельница старая, это видно. Некоторые брёвна прогнили и стали дополнительными окнами. Вы приближаетесь и пробуете открыть дверь. Она заперта. Замок такой же старый, как мельница. Ловкий удар чем-нибудь тяжёлым, и он отвалится. Нирванвало, hogy a malom régi. Néhány farész az már elrohadt. Amitől még több ablaka van. Oda mész és megpróbált kinyitni az ajtót, de zár van. A zár is olyan öreg, mint a malom. Egy jó erős ütés valamivel összetörít. Tehát te használtam ugye a break herb-öt, de az jó másra is, azért nem szoktam használni a break herb-öt. Használjuk ezt. Топор разрубит замок, но, вероятно, это будет его последнее свершение. Я костюмка поменял. Слишком он старый. Hmm. Брейкхербет кина használ. Ретрум. Mondjuk egy életet ad csak, tehát nem olyan vészes, és ebből meg van kettő is. Hmm. Размахиваетесь и ударяете по замку. Со звоном он ломается и отлетает от двери. Окей, egy ütéssel leverem várat, és belépek. Колесо какое-то мельник повесил. Окей, valami kerék, amit tud rakott. Grindstone. Жернова стоят, хотя лопасти мельницы вращаются. Ja igen, hogy az őrlő, tehát a malomkő az nem mozog, de a pengék... Pengék, mindig pengéket mondok, tehát a lapátjai a malomnak azok mégis mozognak. Második emelet. Hello. Láda. В этом сундуке хранят различные инструменты для работы на мельнице. Ничего интересного. Különböző szerszámok, amiket a malomban használnak, semmi érdekes. Ничего интересного. Вы осматриваете шкаф. Кроме крынок, старых горшков и туисков, здесь завалился мешок с несколькими серебряными рублями. Возможно, вам он будет нужнее, чем мельнику. Különböző krinkák, ezek ilyen tárolók, amik tejet, vagy más tejterméket tárolnak. Régi tálak, és fa tárolók. És találsz egy zsák ezüst rúbelt. Talán hasznos lehet neked. De akkor az bűnös dolog, mert akkor lopok. És nem akarok lopni. Nem visszük el. Mert én a jó kislány Vasilisza vagyok. Ó, itt van egy örb. Sír. Jej! Van itt más is. Megtaláltuk az összes cuccot? Nem találtam meg én a cuccot. Lehet, hogy ezután fogom. Hát akkor nézzük. Зияет разлом. Неудивительно, что жернова не шевелится. Вдалеке виднеются черденские леса. Oké, egy törött farész van a falon,
Úgy néz ki, hogy része a malom, hát ugye mechanizmusának, és az oka annak, hogy ugye a malomkövek nem mozognak. A falon lévő lyukon keresztül látod a csertinyi erdőt. Azt mondja, City in the North of Burn Province. Igen, a város of Burn Province. Azt mondják, hogy régen itt éltek a fehér szemű csúdok, csúd nép élt itt. Még ma is találni idolokat a földjeiken. Csomó templomot is, mint hogyha ugye hát ugye elvarázsolt lenne a föld, vagy elvarázsolt lenne ez a hely. Ha, érdekes. Csúdok. Fehér szemű csúdok. Nézzünk ki. Ó! Oh. Ott volt egy pár ördög. Ó, oh, hello! Azt hiszem megtaláltuk a fő ördögünket. Ó, oh. Jó nagy. Я ожидал увидеть скрюченного деда, а явилась прекрасная дева. Ja, egy... Rongyos öreg emberre számítottam, nem egy gyönyörű hajadóra. És sem te пожаловала в мою мельницу. Miért vagy itt hát? Ő a 13. testvér, az a neve. Чорт, Миллер. А я не ожидала встретить разговорчивую нечисть. Я ученица Чернобайка. А ты кто? Nem számítottam rá, hogy találkozok egy démonnal, amelyik a rendes beszédet is ismeri. Ja, egy gyakornok boszorkány vagyok, te ki vagy? Видишь ли, дева, я не простой черт. Azt mondod, démon? Azt mondja... Hát tudod, te lány, én nem csak egy egyszerű démon vagyok. Знают меня под именем Тринадцатый брат. Тринадцатый брат. Úgy ismernek, hogy a 13. testvér. Храню селенье, лес и дикий садик, и мельницу вот этой скромную обитель. Én vagyok az őrzője a falunak, az erdőnek és a titoknak, amit a kertben rejtettek el. A szívében. És én vagyok az őrzője ennek a szélmalomnak is. Milyen menő név van, hogy 13. testvér, az mekkora? Vagy 13. fivér, az még jobban hangzik. Все это я, незримый покровитель, к вашим услугам. Ez mind az enyém, a láthatatlan mesteré, szolgálatodra. Что за имя странное такое? Miféle név az, hogy 13. fivér? Это имя мне досталось еще на заре мироздания. Ez egy név, amit suttogtak időn, és az időn, és hosszú időkön át, és ugye különböző földeken, és ez lett a nevem. Я расскажу тебе историю, как я его получил, если хочешь. Elmesél a történetet, ha hallani akarod, még van idő hajnalig. Ja, sőt. Ну давай, рассказывай. Я как раз нечисть изучаю. Akkor gyerünk, mondd el. Ja, én a gonosz szellemek nagy tudója vagyok. És a ez a világi démon. Rád встретить чернокнижницу, которая сходу не начинает кидать одолень траву и прочее. Значит, история тебя интересует. Ja, végre jó találkozni olyan varázslónővel, aki nem kezd el azonnal ugye növényeket dobálni rám, meg mérges szavakat. Mielőtt ugye egy sokkal szofisztikáltabb ugye beszélgetésbe kezdenénk. Szóval akkor érdekel. Давно у меня было 12 братьев. Ja, hosszú idővel ezelőtt volt 12 fivérem. Я был 13-м, самым. Én voltam a 13. a legfiatalabb. В то время шла война, и мы с братьями были, скажем, на фронте. És akkor háború volt, és minket besoroztak, mondhatni. Én a legerősebb és a legtehetségesebb parancsnok alatt szolgáltam. Életben tartott, és így én lettem az utolsó fivér, a 13. és egyben az utolsó megmaradt. Na, так уж сложилась судьба, что теперь я здесь. És ezek alatt az évek alatt, ja, ezek alatt az évek alatt a végzet idehozott. És sem te пожаловала в мою мельницу. Hát te miért vagy itt? Что на мельнице забыл, чертище? Oké, mit akarsz ettől a malomtól? А ты разве не знаешь, почему я здесь? Нам találtak ki. Возможно, я ошибся в тебе. Talán tévedtem veled. Почему-то я думал, что ты сильная колдунья.
Ja, azt gondoltam, hogy te egy erős boszorkány vagy, ugye? Intellektuális. Ja, olyan tudás birtokában, amit mások nem birtokolnak. De úgy tűnik nem. На мельнице явился бес. Но так ли внезапно его пришествие? Откуда на мельнице нечистая сила? Oké, okay, megvan szálva a szélmalom. De ennek a démonnak a jelenléte spontánnak tűnik. Kell találnom, hogy miért van itt. Mi, ugye, volna nem a Sacrifice vonzotta ide. Тебя призвали при строительстве жертвой. Ты был тут всегда. Oké, az áldozat idézte meg. Ugye a teremtésed óta itt vagy. És szimmetik autónia. Hát akkor mégis tudsz dolgokat. Да, я служу этому тщедушному мельнику. Но если уж кому-то служить, то только сильному хозяину. Ennek, ráadásul ennek a szánalmas ugye Molnárhoz lettem kötve. De én egy erős mester vagyok. Возьми меня в услужение. На мою жертву другой черт явится. Сговорчивый. Ja, fogadj magadhoz szolgának és az áldozatom. Ja, az áldozatom majd megidéz valaki sokkal. Akivel jobban szót értek. Ezt nem értem. Ну а ты у мельника награду заберешь. Ja, igen, és akkor megkapod mindkettőt ugye a Molnártól a... a jutalmadat és az és a jutalmát az én jelenlétemnek. Szóval itt most elfogadhatnám ezt a csávót szolgámnak, ugye, hogy ő legyen az egyik csort, akim lesz, de most nem erre fogunk törekedni, hanem arra, hogy minél kevésebb csortunk legyen. És minél kevesebb bűnt kövessünk el. Ну, братец, мне своих бесов хватает. Ja, nem kell több démon, van nekem már elég. Я думаю, что коли нанялся к мельнику, трудись так, чё? Oké, okay, azt hiszem, hogy a Molnár ugye meghozta az áldozatot, szóval a te dolgod az, hogy betartsd a üzletnek a rádeső részét. Говоришь ты складно, да только не собираюсь я оскорбления твои выслушивать, девка. Сначала в бою меня одолей. Ja. Jól beszélsz, de nem tolerálom a sértegetést. És Vencsnek hívott. Egyből Beautiful Maidenből Vencs lettem. Oké, okay, először győz le egy harcban, és bizonyíts be, hogy olyan boszorkány vagy, aki megéri az időt. Oké, harcoljunk akkor ezzel. A Master. Hú, 2x3-at fog sebezni. A szar, akkor lehet, hogy meg fog sérülni. Kivéve, hogyha annyira jó vagyok, hogy mégsem. Nyomjunk egy ilyet. Na ezért jó a gesture, mert ezt csak bum, bedobom, és már is örülünk. Думаешь, сможешь одолеть древнего демона? Я annyira arrogáns vagy, azt hiszed, hogy le tud győzni ezt az ősi szellemet. У меня все получится. Igen, a könyvem segít. Не может быть. Az nem lehet. Не может быть. Akkor ezt figyeld, arc. Én duplán fog támadni. Á, meg fog sérülni, mert nincs izém. De... nem baj. Így hetet sebzek. De jó, hogyha csak bedobok kettőjét. Akkor inkább legyen ez. Viszont megsérülök. Áú. Lesz, az jó. Csak az be kéne szoknom sérülést. Ezért lenne jó, ha lenne több ilyenem is. Lehet, hogy ezt benyelem. Á, benyelem ezt most.
легендарный артефакт. А книга это легендаш эрекия. Я не сдавался раньше. Не сдамся и сейчас. Soha nem adtam még fel korábban, és nem fogom most sem. Oké. Waste. No, mit csinálsz? Demon Seal. Lezár egy random page-et. Azt gondolom, akkor nem tudom azt használni majd. Az mondjuk nem lenne annyira jó. Úgyhogy lesz, mondjuk egy fétet. Kíleljünk. És ennyi. Yay, achievement! Ha, miért kaptam achievementet? Már végigvittem ezt a időt. Oké, most... a Varcheros... ez is jó. De nem, a Bless az jó. Yay, levelet léptem. Oké. Ezt azt hiszem nem lehet megvenni. Ez 3-as szint kell, ez is 3-as szint kell. Ezt megtudtam. De előtte... Igen, itt van, hogy le tudom csökkenteni a... démonoknak, hogy mennyire jól végzik a munkájukat. És akkor nem kapok annyi büntit. Igen, meg itt van, hogy meaningless job, tehát amikor úgy tudom elküldeni a csortot dolgozni, hogy gyakorlatilag valami hülyeséget csinál, tehát mondjuk, hogy számold meg az összes falevelet, vagy valami ilyesmi, és akkor nem kapok bűnt, amikor akkor csinálja a dolgokat. De az sem rossz. Igen. Additional order. Additional key. Nem tudom megnövelni a... ezt az 5-től kapok. Legyen ez. Erre fogok menni először. Démonos dolgokat megcsinálom. 666 XP-t szereztem. 13-й брат исчезает во всполохе черного пламени. Кажется, что сам воздух стал теперь другим, и дышать стало легче. Через несколько ночей черти вернутся и продолжат работу. На то мельником был сделан зарок. А вот когда они начнут беспокоиться вновь, неизвестно. Но это уж мельника заботы. 13. fivér eltűnt, ugye, egy fekete lángban. Úgy tűnik, hogy a levegőm is, mintha megváltozott volna, és könnyebb lélegezni. Hamarosan ugye az démonok visszatérnek a munkájukhoz. Gondolom azok a kis rohadékok, akik kint ültek a lapáton. Oké, ugye a sötét ígéretet be fogják tartani. A be az nem bizonyos, vagy nem tudni, hogy mikor fognak újra áldozatot kérni. De ez már ugye a... Molnárnak a... emiatt már a Molnárnak kell aggódnia. Nézzük meg, hogy milyen... mit kaptunk. Demons at the Mill. Nemrégen volt egy gazdag ember, aki a faluban élt. Voltak egy vízimalma. Egy nap megbetegedett, és ha... és haldokolni kezdett. Azt mondta a munkásának. Szerez 3 lovat, és vigyél el a malomhoz, mert ma meg fogok halni. Az asszisztense azt mondta, megtette, amit mondott. Amiközben hazafelé lovagolt, azt gondolta magában. Honnan tudta a mester, hogy ma meg fog halni? Megállított a lovát, és visszafordult a malomhoz. Amikor odaérkezett, benézett az ablakon, és amit látott, hogy a mester csak ott ül, és keserűen sír. És akkor egy csapóajtó a pincébe kinyílt, és több démon is előugrott.
feltépték ugye a mesterének a bőrét, és megették a húsát. És akkor az egyik ördög megszállta a molnát, úgy, hogy belemászott a bőrébe, ami megmaradt belőle. Ez hardcore. Tehát kiették a csávót a bőréből, és a bőrét fölhúzta. Wow. Hát ennek nem tudom, ennek történetnek mi a tanulsága, de ez durva. Na, irány haza! How to kidnap from a bánya. A zatím isz okajánny. Думаю, не будет больше мельницу портить. És akkor eltűnt, és most már nem fog a szélmalom munkájába beleszólni. Молодец, Вася! Не сомневался, что этот без тебе по силам. Szép munka, Вася. Egy pillanatra se gondoltam azt, hogy nem fogsz tudni kezelni egy ilyen démont. Ну, а пока ты с чертом разбиралась, я покумекал, что с печатьми-то делать. De amíg távol voltál, gondolkodtam a pecséten. Думаю, каждую свой бес открывает. Надо только найти подходящего. Minden egyes darabnak megvan a jelentése, és minden egyes pecsétnek kell egy démon. Вторая печать осиновая. Надо поразмыслить, как ее-то открыть. Oké, a második ugye az Aspen. Ki kell találnunk, hogy mit csináljunk a következőnek. Seal of Asp, Other Seals. Первую печать я открыла, когда до книги дотронулась. Okay, а со второй как бы? Első pecsét egy érintése nyílt ki. Hogy nyitott ki a másodikat? Hát nem egyszerűen csak, hogy hozzáérsz, az biztos. Nem nyecsiszt nusna. Kell egy gonosz szellem. Ott a sinovúj nyecsiszti nájdjom. Kell találnunk egy Aspen démont. A gdzie? És mit gondolsz, hol találunk ilyet? Paká nie znaju. Nada mnie vnidritsa. Még nem tudom, gondolkodunk kell rajta. Paká obycznej nyecsisztjú zajmisz. A ja most toj prítom. Csinálj dolgokat és hagyj gondolkodni addig. Oké. Остальные печати сразу-то не можем открыть. Nem nyithatjuk meg a többit most. Вряд ли. Но в дороге. Két lent, aki tudja. Может, случай подвернется. Nézz körül egy kicsit, nézz körül, aztán talán a szerencse ránk mosolyog, és megtaláljuk a megfelelő démont. Ясно. Тогда пора. Hát akkor dolgozzunk. Ó. Ha megjöttek a démonok. Бесы вернулись. Oké, a démonok visszajöttek. Koldun familiáris. Oké, tehát a beavatásánál a Koldun nem csak ugye tudást és hatalmat kap, hanem familiárisokat, démonokat, amiket Besznek vagy Csortnak neveznek. Szóval ki, a nem beavatottak számára ezek a démonok különféle formákban léteznek. Ugye színes üvegként, bogarakként, vagy más rovarokként. De megjelenhetnek kicsi emberszerű lényekként is. Mint ugye emberteste és egérfejjel és békakarokkal. Familiások lehetnek vérfarkasok, elátkozott emberek, eretnekek, szentségtelen holtak, vagy kikimórák, mint a Witcherben. Az erdőben a Koldunt ugye segíthetik vérfarkasok, és esküvői vendégek, amiket medvévé változtattak. Oké, a vérfarkasokat ugye meg lehet különböztetni a normál farkasoktól a szemükről, amik vörösen világítanak. Azt, hogy a Koldunnak a démon familiárisait mindig le kell foglalni munkával, vagy elkezdek átkokat szólni emberekre és állatokra. Ezért van az, hogy a Koldunnak ugye, hogy lefoglalja őket, elküldi a familiárisait, hogy kötelet csináljanak homokból, számolják meg a faleveleket, vagy egy teáskanállal ürítsék ki a ugye a tengert, amit ugye mondtam, hogy le kell őket foglalni. Igen, és itt vannak. Három van.
Igen, meg mindig van valami speckó tulajdonsága, amit ad, meg mindenféle ilyen nyavaja. És ez az alul az a felső kettő az az, amit ad, az alsó pedig az, amit akkor ad, hogyha nem küldöm el csinálni bármit. Долгую я им работу поручил, потому их не было. Oké, elküldte, hogy csináljanak valamit, ezért nem voltak itt. És most nekem kell melót adni neki? Hát mire vált, számítottál? Tudod, hogy mire vállalkoztál? Mindennek van ára, különösen a kívánságoknak. Nem akarod, hogy téged kínozza a küld, hogy átkozzanak meg embereket. Ja, ilyen a koldurak élete. És ha nem akarok embereket megátkozni, akkor szenvedj, ezek a démonok nem hagynak békén. Ja, láttam őket korábban. Nem gyakran. Hát most elég sokat volt őket látni. Gubernia. Major Administrative Subdivision of the Russian Empire. Ja, az egész régiót, hát ez egy ilyen administratív része az oroszoknak, Oroszország, az orosz birodalomnak. Ja, oké, a végül is te döntöd el, hogy mit teszel a démonokkal. Ja, Isten segítsen rajtunk. Oké. Négy vizitor is van. Cool. Как я колдуном стал, так совсем по-другому уезд увидел. Amint ugye колдуна váltam, az USD-t ugye teljesen más fényben láttam. Nincs olyan hely, ahol démon ne bújna el. Можно заметила небось. Да и свои бесы житья не дают. És te is észrevetted, a démonjaid ugye óriási problémák. Demons your own shorts. Oké, okay, kezdjük. Как ты колдуном стал, дедушка? Hogyan lettél колдун? Ну так чё? Я тебе на медне сказывал, как окаянный Тимофей. Tegnap elmondtam neked, hogy a démon ellopta ugye a Timofejt. Вот потому и решил стать с кривохвостыми бороться. Fighting the pointy tailed, ugye a hegyes farkú. Слышал я, что пастухи-то люди знаткие. Azt hallottam, hogy a pásztorok azok тудоушок. Вот и стал под паском, помогал Прокопию юродивому. Szóval pásztor fiú lettem, és segítettem Prokopinak, a Szent Bolondnak. Ja, nem szabad őt említenem éjszaka. Ismeri az erdőt. És hogyan kell megtalálni az elveszett állatokat. Szóval alatta tanultam, hosszú történet. Majd elmondom, hogyan szereztem a tudást. Nem, mintha tőle kaptam volna. Самому вертеться пришлось. Тебя-то я вон как обучил. Цени! Ja, akárhogy is látod, hogy sikerült tanítanom téged. Értékeld. Prokopi Shepherds. Ценю, дедушка. А что за мужик был, Прокопи этот? Okay, milyen ember volt ez a Прокопи? Недобрый. Недобрый. Nem kedves. És szépke znátki. De nagy tudás. Много людей спортил. Csomó embert elátkozott. Только этим ты и жил. Lényegében így keresse a kenyerét. De én sem я чуть не попал. Egyszer majdnem engem is megátkozott. Nagyszerű. A pastuhi-то чё? Знатки тоже? A pásztorok tényleg tudósak. Ну как нет-то? Miből gondolod? Поди скотину по лесу собери без помощи нечистого. Miért ne próbálsz meg megtalálni az egész nyájat az erdőben, ugye démonok segítsége nélkül. Грамоту лесному дедушке написать уметь надо, чтоб помогал. Valakinek tudnia kell, hogyan kérje meg az erdő öreg emberét, hogy segítsen, a lesit. А если черт корову ведет, к примеру, а? Тоже надо у окаянного ее отбирать. És hogyha egy démon rabolja el a tehenedet, vagy ilyesmi, akkor tudnod kell, hogy szerez vissza. Научишься. Tanulnod kell. Pastuch, все в поле лежит, да в небо поплевывает. Azt gondolod, hogy a pásztorok csak a hátukon fekszenek egész nap. Császka, aha. Bárcsak. Oké. Démon a szélmalomban. Oké, démonok ugye a
malomkereket, a démonok hajtják a malomban. No, Немельник уже их крутит. А то Молнар бистош нем фугиоз. А ветер-то не может? Везде чертей нужно использовать. Я не тут на сейл текерни. Mindenhol démonokat kell használnod. Опасно. Да и грех какой. Ez veszélyes és bűnös is. Ну а чё ты хотела? Скоро век 20-й. Ja. Ja, mire számított? Tehát hamarosan a 20. század van. Черти, может, жизнь ты упростят. Démonok könnyebbé teszik. Ennek is egyébként ez előrevetít az egyik sztori szálat is, hogy miért használunk mindenre démonokat, ebből van a játékban egy történetszál is. Муку молоть начнут, жать рожь. Ja, hogyha képesek lesznek ugye ezt lisztet csinálni, akkor talán meg tudjuk őket tanítani aratni is. Проходы слыхивала? Думаю, там паровой чёрт сидит, на вроде самоварного. Ja, hallottál a gőzgépről? Azt hiszem, hogy ugye gőzdémonok vannak benne. Olyanok, amiket a szamovárban találsz. Tehát van egy ilyen kis lória is a játéknak, tehát hogy mindent démonok hajtanak, és ugye a gőzgép is lényegében démonokkal működik, de ezt nem is tudom, hogy ez igaz-e, vagy a gőzgép az tényleg egy olyan találmány, amit már nem démonok hajtanak. Csak az öreg annyira ugye el van, annyira ilyen mágus gondolkodása van, hogy azt hiszi, hogy azt is, azért magától az nem megy, hanem azt is valami démon hajtja. Ki a te démonjaid? Hogyan kezelted te a démonjaidat? Работу им давай, да и делов. Да только не совсем они справляются, Баска. Nem nagy dolog, csak megmondtam nekik, hogy csináljanak, csak adtam nekik feladatokat. Az egyetlen dolog, hogy nem tudok mindent jól megcsinálni. Работа их это порча. Другую ты не шибко любят. Az a dolguk, hogy ugye bajt okozzak, máshoz nem nagyon értenek. Oké. Okay. Szóval... egyelőre minden bigyón befér, ezeket meg lehet venni. Nem veszek ilyeneket, mert egyrészt minden egyesért, amit megveszek, egyre drágább lesz, másrészt amúgy is találni fog egy csomót. Oké, okay, lássuk, mit kaptunk. Little Man. Oké, okay, egyszer megkértünk egy koldunt, hogy mutassa meg a démonját. Ja, kedves volt és részeg. Maszlenyica idején volt. Intett nekünk, megmutatom, de ne ijedjetek meg. Ja, mindegyiknek kék rövid nadrágja volt és piros inge. Sorba álltak, mint a kis emberek. Olyan 70 cm magasak voltak. Nem sétáltak, hanem ugrándoztak. És amikor a Koldun parancsot adott, akkor a szél elkezdett fújni. Elküldöm őket az erdőbe, hogy számolják meg a fenyők tűskéket. És amikor szükséges, hívom őket, akkor a szél visszafúj őket hozzám. És keserűen sóhajtott. Azt mondja, a démonok folyamatosan munkát ért könyörögnek. Milyen munka? Abszurd. Egyszer elvittem őket szántani. Vagy ja, hogy nyírják le a füvet. Másnap reggel ugye megint ugye a fű ugye derékmagasságba ért. Ja. Az igazi dolog, amit el tudnak végezni, az átok szórás. De minél többet átkozol, annál több démont kapsz. Ez a kínzás. Hát igen. Na, és akkor ezeket a gyökereket el lehet küldözgetni. És akkor itt van valahol... Meaningless job. Igen, itt van, hogy a fenyőtobozokat meg kell számoltatni velük, és akkor mondjuk őt elküldöm ide. És őket meg el kell küldeni, mert különben engem fognak buzarálni, és azt nem bírom. Tehát itt ez 3-2, és akkor mennyibe kerül, mennyi pénz jön be belőle. Az a jó, hogy azért pénz is jön belőle. És ez mondjuk ide. És akkor le vannak foglalva. Kész. Oké! Okay.
És akkor itt most ezt jól elmentem. És szerintem akkor itt ugye ez a kezdete az első fejezetnek, van jó sok fejezet. Az első fejezet is érdekes, de hát utána meg még elborultabb lesz, ahogy ugye haladunk előre. De akkor egyelőre ez volt a Black Book, ez egy kis bevezető belőle, hogy megmutassam milyen játék és hogy miről szól. Ha tetszett, akkor nyomorsátok a gombokat ott alul, mert azért vannak. A fejedobozokba írjátok le véleményeteket bármiről, ha látjátok a csoki nyulat, szóljatok neki, és a következő videóig pedig sziasztok!